A Magyar Nemzeti Bank kiválósági ösztöndíját kapta meg a kapuvári Ézsel Krisztián. A Győri Széchenyi István Egyetem hallgatójának tanulmányait a kapuvári önkormányzat is segíti. Kapuváron a Pári Szent Vincek Katolikus Általános Iskolába jártam, nagyon jó erkölcsi és intellektuális alapot kaptunk. Ez azért érdemes megemlíteni, mert látjuk azt, hogy manapság ezzel mennyire problémák vannak, tehát a fogékonyság a szépre, a jóra, a szentre és az igazra mennyire hiányzik az emberekből. Tehát itt megkaptuk ezt az általános iskolában, és a 8. osztályban választani kellett, dönteni kellett, hogy hova tovább. Szoktuk mondani, hogy dönteni nehéz, jól dönteni még nehezebb. Nem igazán tudtam akkor még, hogy mi szeretnék lenni, és inkább arról az oldalról közelítettem meg, hogy mi nem. És akkor bizonyos szakmákat kizártam, és kettő különösen is fennmaradt a rostán, a közgazdaságtan és az informatika. És akkor volt olyan képzés, ami ezt a kettőt összehangolja, Győrbe a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolába, megye legjobb szakközépiskolájában tanulhattam mindezt, és akkor így jött a döntés, hogy végül is Győrbe megyek, amit egyáltalán nem bántam meg, mert több érdek lehetőséget kaptam ott az évek során, tehát a tanulmányokon felül, akár a nyelvvizsgákba, a gazdasági vizsgákba, informatikai vizsgákban, 6 szakma, és mindezen felül még rendezvények megszervezésének a lehetősége, levezetése, ünnepi műsorokban részvétel. Nyitott kapuk napján 7-es évig vehettem részt előadóként, még az egyetemről is visszahívtak. Általános iskolámban is többször jártam Jedliket népszerűsítve, illetve külön élmény volt a Nagy Inett tanfolyam, most nyugdíjasoknak tartottunk számítógép használati tanfolyamot. Nagy megtiszteltetés volt, hogy ezért Győr megyei jogú város önkormányzata nevében Borkai Zsolt polgármester úrtól vettem át elismerést. Ugye a középiskolai tanulmányokat követően Győrben maradtál. Miért a Győri Egyetemet választottad, illetve milyen szakon folytattad a tanulmányaidat, vagy folytatod a tanulmányaidat? Győrben a gazdálkodási és menedzsment szakon vagyok, ugye a Széchenyi István Egyetemen, controlling szakirányon. Jött a középiskola után a gondolat, hogy jó lenne ezt a pályát folytatni és ezt csinálni, és akkor nagyon jó, hogy helyben volt ott Győrben ez a lehetőség, és akkor így kerültem az egyetemre. Mennyi idő van még a diplomáig? Hát most néhány hónap, ha minden jól megy, pár hónapon belül ugye vége lesz. És ugye az is nagyon fontos dolog, hogy Kapuvártól is kaptál elismerést. Ez milyen elismerés volt, amit október folyamán tudtál átvenni? Itt októberben adták át a SZEDESZ SAPIENCI, ez nem szó szerinti fordításban, Kapuvár kiváló diákja ösztöndíjakat. Egy megtiszteltetés volt. Itt külön öröm Széchenyi István gondolata szerepelt azóta is a fejemben jár a meghívókon. Egy ember annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának és ezáltal az egész világnak. Nagy ajándék volt ehhez a családi háttér, amiért hálás vagyok, hiszen segítségük nélkül azért nagyon nehezen lehetett volna mindezt elérni. A Magyar Nemzeti Bank ösztöndíja az mit jelentett? Mit kell teljesíteni? Az egyetemmel vannak egy partneri kapcsolatban a Nemzeti Bank és az egyetem, és akkor így került kiírásra a Magyar Nemzeti Bank kiválósági ösztöndíj. Különböző feltételeknek kell megfelelni ugye már ahhoz is, hogy pályázhassunk, tehát 4,0-át meghaladó tanulmányi átlag az elmúlt két aktív, egymást követő lezárt fél év átlagában. Az egy kiemelkedő tudományos, szakmai és közéleti munka szükséges, kreditszámok, ezek pontok, amik az egyes tantárgyak teljesítése után kapunk, ezeknek is egy meghatározott pontszámnak meg kell tehát lenni. Nem lehetünk ugye fegyelmi eljárás vagy büntetés alatt, és egyéb technikai feltételeknek is meg kell felelni. Ha mindez megvan, akkor jön utána a verseny igazából a pályázók között, tehát a minél jobb tanulmányi átlag, a nyelvvizsgák megléte, tudományos tevékenység, akár a tudományos és diákköri konferencián való részvétel, publikáció, kutatómunka, előadások, közéleti tevékenység, sport tevékenység, egyetemi szervezeteknél részvétel, és hát ezek alkotják. Hát ahhoz, hogy mindez összejön, azért voltak fúzós időszakok az elmúlt években, tehát nagyon sokszor éppen csak aludni jártam haza, az is csak néhány órára sikeredett, és mentem is vissza a Győrbe. Tehát kell kitűzni célokat, azt gondolom, és miközben a célok felé haladunk, lehetőségeket észre kell venni. De nem elég észrevenni ezeket a lehetőségeket, hanem élni is kell vele.
mindig vannak, voltak és lesznek, akik próbálják eltántorítani az embert a céloktól, de azt gondolom nagyon meghatározó, hogy milyen gondolatokat engedünk be magunkba, és kitől fogadunk el tanácsot. Jó magam a pozitív gondolatoknak a híve vagyok. És pont erről beszélt a Nemzeti Bank díjátadóján Matolcsi György, jegybankelnök úr is. Mennyire fontos az, hogy azt csináljuk, amit szeretünk, azt csináljuk, amiben jók vagyunk, és különösen is fontos, mint a szakirodalom is említi, 10 000 óra gyakorlás fontosságát, tehát hogy ez kell ahhoz, hogy azért profivá váljunk. Erről beszélt át ő. Én még azért hozzátenném, hogy a világra való nyitottság és az alázat szerepe azért nagyon fontos. Szent Pál mondja, mit van, amit nem kaptál. Azt vallom, hogy a Jóisten ajándéka, hogyha valaki jó műszaki ember, jó elméleti ember, de bármi tehetségünk van, mi érdemünk annyi, hogyha élünk ezekkel a lehetőségekkel, és jól fel tudjuk használni önmagunk és a közösségünk javára. Mire lehet az ösztöndíjat felhasználni, amit kaptál a Magyar Nemzeti Banktól? Nem adtak meg konkrétan olyan kritériumokat, hogy csak erre, csak arra. Tehát ez, ami segít bennünket a tanulmányainkban, a mindennapok során, tehát hogy egy kicsit független legyen az ember, ez abban a segítség. Mennyire hatékony most az egyetemi oktatás? Tehát hogy látod, hogy a fiatalok, akik ott végeznek, azok hogy tudnak érvényesülni a munkaerőpiacon? Hát ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, mert itt azt látom a társaimnál, hogy minél gyorsabban próbálnak végigcsúszni ezeken a középiskolai vagy az egyetemi éveken, tehát minél inkább mondhatni így fájdalommentesen, hogy minél kevesebb kötelező dolgot kelljen csinálni, minél kevesebb pluszt. És ezek a pluszok kellenek ahhoz, hogy ne talántán valaki, hogyha egy egyetemi végzettséget elér, akkor jó munkáját tudjon találni, jól meg tudjon belőle élni, és ne kelljen kimenni külföldre neki, hiszen azért azt is látni, hogy nagyon sok fiatal kimegy külföldre kipróbálni a tudását, akár a nyelvtudását, szaktudását. Igen, tehát nyilván, hogyha itt rengetegen végeznek adott szakmában, mondjuk egy adott évben, de ez bármire igaz, akkor ott valamivel ki kell tűnni a tömegből, és ezek az ösztöndíjak, meg ezek a plusz elismerések, lehetőségek, ezek mindig jó kis kiemelkedő pontot jelentenek a tömegből. Sajnos azt látni, hogy most a társaim és a fiataloknál minél kevesebb befektetett munkával szeretnének minél több pénzt, minél jobb állásokat elérni. A gyakorlat azért nem ezt mutatja, nyilván van egy-két kivételes eset, amikor sikerül, de általában azért tenni kell, hogyha valaki szeretne valamit elérni. És ugye közben érdekes, mert tehát azt szoktam mondani, hogy elég baj, hogyha valaki csak annyit csinál meg, amennyit meg kell csinálnia. Jó lenne, ha legalább sokan annyit megcsinálnának. Ugye itt a városban szoktak látni akár a nézők a tévén keresztül, vagy akár akik személyesen kilátogatnak a különböző rendezvényekre, ott segítesz különböző akár műsorvezetőként, vagy szervezőként. Ez mikor jött az életedbe? Tehát mikor segítesz itt, mikortól segítesz a város közéletében? Igen, de az egyetemet elkezdtem, az egyetemi tanulmányaimat, és 2014-ben kerültem ide Kapuvári plébániára, mint lektor, tehát felolvasó, és itt most egy fél éve körülbelül itt a Kapuvári Művelődési Központnál előadóként és moderátorként számítanak rám. Emellett a Győri Alternatív Járműfejlesztő Egyetemi Csapatnál, a Szenergy-nél a pénzügyi részen is vagyok. Hát most főként ezek alkotják így a mindennapokat, aztán meglátjuk a jövő majd mit hoz. Van konkrét elképzelés, hogy az egyetemi diplomával hogyan és milyen módon lehet érvényesülni mondjuk 2018-ban? De a jövő a számomra is jövő és ismeretlen, Jóisten kezébe vagyunk, vannak konkrét elképzelések, tehát most az a fő cél, hogy vége legyen itt februárban a győri tanulmányoknak, ezt követően egy kicsit pihenni szeretnék, elég sok mindent vállaltam az elmúlt években, sok mindent csináltam, és ezt követően pedig konkrét dolgokba szeretnék majd belevágni. Köszönöm, és az elismeréshez gratulálunk. Nagyon köszönöm.